Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai adásunkban a vadgasztronómiai fesztiválról fogunk beszámolni, amelyet ebben az esztendőben a Pákos-Sukorói Arborétumban rendeztek. A Pákos-Sukorói Arborétumban a ma Vadex Mezőföldi ZRT és az Országos Magyar Vadászkamara Fejér megyei területi szervezete közösen gondoskodott a nagyszabású programról. Az esemény a 2021-es Egy a természettel nemzetközi vadászati és természeti kiállítás program sorozatának része volt. A magyar vadgazdálkodás, a vadgasztronómia, a vadászatnak az ünnepén vagyunk itt most a Sukorói Arborétumunkban, csodálatos környezetben, és egyértelműen a természet szeretete és a vadgasztronómia szeretete és annak a megismertetése az alapvető célunk. És természetesen a vadhús népszerűsítése is. Hogy állnak ezzel a magyarok? Magyarországon körülbelül fele az a mennyiség, 0,6 kg per fő évente, ami vadhús fogyasztást mondhatunk. Nyugat-Európában ennek a duplája. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy ezt az egészséges alapanyagot minél gyorsabban és hamarabb bevigyük az étkeztetési palettákba, a családok körébe. Megismertessük a háziasszonyokkal, hogy nem ördöngösség ennek az elkészítése, és azért is ennek a versenynek az a célja, hogy a szabad tűzön, tehát nem speciális nagyipari konyhai körülmények között is lehet csodálatos vadételeket csinálni, hanem szabad tűzön a természetben is el lehet készíteni a legkülönbözőbb vadételeket. Nagy István agrárminiszter beszédében kiemelte, a Fejér megyei hagyományok kiemelkedő részét képezik a magyar vadászati kultúrának és hagyománynak. Fontos, hogy együtt gondolkodjunk, és én azért jöttem, hogy egyrészt gratuláljak Önöknek, másrészt pedig, hogy köszönetet is mondjak Önöknek. Mindnyájan tudjuk, hogy a vadászat gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Mindig is arra törekedett, hogy egyensúlyt, harmóniát teremtsen a természet, a vad és az ember hármasában. Ez a felelősségünk évezredek óta, mióta ember él ezen a földön. És én szeretném Önöknek megköszönni azt, hogy igen, itt a 21. században is megváltozott körülmények között, de mindent elkövetünk azért, hogy ezt az egyensúlyt fenntartsuk a jövőben is. Engedjék meg, hogy megköszönjem az elmúlt esztendőben végzett munkájukat, azt a kitartást, hogy hagyományokra épülve, megújulva ellátják ezt a feladatot. Engedjék meg, hogy megköszönjem azt, hogy nagyon fegyelmezetten együttműködnek az állategészségügyi hatóságokkal Magyarország komoly problémájának megoldásában, hogy elkerüljük a nagy gondot. Hálás vagyok azért, hogy együttműködés van, hálás vagyok azért, hogy ez a kapcsolat nagyon szoros és nagyon fegyelmezett. Én azt hiszem, hogy ez a példa is mutatja azt, hogy egységben, szövetségben dolgozunk. A magyar erdők egy kincset jelentenek. Ebben a fő kincset természetesen a fákon túl a vadak jelentik. És nagyon nagy ötlet az, hogy ez a rendezvény is közösen van szervezve. Mert felelősségünk az, hogy ebben az erdőben rejlő kincsekre, a vadakra fölhívjuk a figyelmet. Fölhívjuk az ebben rejlő lehetőségekre a figyelmet. Hiszen az, hogy Európában 1 kg-os a fogyasztás, nálunk meg csak 20 és 30 deka közötti, van mit tennünk még. Nem kell külön ecsetelni, hogy mennyire egészséges, mennyire finom, mennyire kuriózum, mennyire szint visz a mindennapokban, ünnepnapot csinál, és ünnepnapokat tisztelünk is meg sokszor a fogyasztásával. Felelősségünk tehát, hogy ilyen alkalmakkor felhívjuk a figyelmet arra, a rendkívül jó lehetőségre, hogy ilyen kincseink vannak, mint a vad hús. Azt hiszem, hogy ha közösen teszünk érte, akkor a fogyasztást növelni tudjuk, és ezt az erőforrásunkat még inkább föl tudjuk használni. Ugyan és uraim, azt remélem, hogy ez a mai nap segít bennünket tovább összekovácsolódni, segít bennünket erősíteni, hogy a hagyományainkból megújulva, újabb erőt nyerve el tudjuk végezni azt a feladatot, ami az ember, a természet és a vad hármasának, egyensúlyának további fenntartásában segít bennünket. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Magyar Vadászati Védegylet elnöke beszédében a magyar vadászati törvény jelentőségét is érintette köszöntőjében. Az első és legfontosabb a vadászati törvény, amellyel azt gondolom, hogy Európa is megkockáztatom, hogy talán a világ legjobb vadászati törvényét hoztuk létre.
ehhez minden szükséges rendelet és részletszabályozás megszületett, hála az Agrárminisztériumnak. Itt most csak három dolgot emelnék ki, hogy amikor meghirdettem annak idején azt, hogy 20 éves legyen a haszonbérleti időszak, akkor azt mondták, hogy lehetetlen, úgyse lesz belőle semmi. És most 20 éves a haszonbérleti időszak. És az a helyzet, hogy ez a helyes, mert hogyha egy szarvasbika 10-12 év mire golyóéretté válik, akkor hogy lehet ennél rövidebb idő alatt érdemi vadgazdálkodást folytatni? Tehát a magyar vadállomány védelmében nagyon helyes és nagyon bölcs, hogy keresztül tudtuk vinni a 20 éves haszonbérleti időszakot. Ez nem csak a vadászatra jogosultaknak és a földtulajdonosoknak jó, hanem mindenek előtt a magyar vadállománynak. Az is helyes volt, hogy nem engedtünk semmilyen nyomásnak, és ragaszkodtunk a 3000 hektáros minimális területhez, mert ez jelenti azt, hogy valóban vadgazdálkodást lehet folytatni. Látunk Európában példákat arra, hogy ha lementek pár száz hektárra, akkor berendezkedtek az átmenő vad lelövésére, tehát ennek is a vesztese a vadállomány volt. Nagyon helyes, hogy mindenfajta lobbinyomás ellenére meg tudtak tartani a 3000 hektáros minimális területnagyságot. És az is helyes, hogy a trófeabírálatot visszaállítottuk, mert a nagy vadlétszám az tényleg bőséges, azonban a minőség az vitatható az elfiatalodás következtében, tehát nagyon helyes, hogy van trófeabírálat, ami elsősorban nem a szankciókra helyezi a hangsúlyt, hanem a pedagógiára és a presztízsre, hogy hibás kilövések ne legyenek. Persze az ember mindig hibázhat, de fontos az, hogy trendszerűen minél inkább minőségivé váljon a mennyiségileg megfelelő nagyvadállomány. És azt is meg kell mondanom, hogy mi sok fanyalgás volt, meg huhogás, hogy úgyse lesz meg, a tájegységi fővadász rendszer is kitűnően működik, amit egyébként a magyar állam fizet, a magyar államnak a képviselői segítik a vadászatra jogosultakat, mint szakmai szempontból is, meg az adminisztratív terhek szempontjából is. A tájegységi szemlélet egyébként azért volt helyes, mert például a nagyvadállomány tekintetében, mennyiség meg minőség vonatkozásában az kétségtelen tény, hogy az ország bizonyos részein, főleg a szarvasállomány túlszaporodott. De ez nem igaz az ország egész területére. Tehát ami igaz Zalára, az nem biztos, hogy igaz mondjuk Észak-Magyarországra. És hasonlóképpen a trófeabírálat tekintetében, ami értelmes trófeabírálati képlet és elvárás mondjuk Zalába, az nyilván a Börzsönybe nem lenne megvalósítható. Tehát ezért helyes az ökológiai tájegységi szemlélet, és kitűnő tájegységi fővadász barátaink ezt kitűnően el is végzik. Az egyik, talán most éppen a legnagyobb kihívás az afrikai sertéspest is. Itt azt kell mondanom, hogy Bognár Lajos, ami Lajosunk előtt megemelem a kalapomat, mert heroikusan küzd, és azt kell mondom önöknek, hogy Magyarország brilliánsan teljesíti ebben a feladatait, és csak nagyon halkan mondom, hogy ha Ukrajnából nem dobálnák bele a fertőző dögöket a Tiszába, akkor afelől már megállítottuk volna, és hogyha mondjuk román barátaink is egy kicsit következetesebben tennék a dolgukat, akkor kevesebb fertőzött vad jönne át a román határon. Minden esetre elmondhatom azt, hogy Bognár Lajos vezetésével megtettük azt, amit meg lehetett tenni. Európai mértékben is példaadó a magyar hozzáállás, és meg kell mondanom, hogy a vadászatra jogosultak kártalanítása tekintetében a magyar állam felettébb nagyvonalú. Azért ezt nem árt, hogyha tudatosítjuk magunkban. Látom Revicki színművész urat, a horgászat nagykövetét. Itt hadd mondjam azt, hogy bölcsen tettük azt, amikor valamelyik Fehován aláírtam a megállapodást a MOHOSZ-szal, hiszen nem mindegy, hogy 70 ezeren vagyunk, vagy 570 ezeren, de jó jártak horgászbarátaink is, mert amit akkor ígértem, azt meg is valósítottuk. Keresztül préseltük azt bizonyos halászlobbi ellenére, aki azért nem volt elhanyagolható lobby erő, de levertük, hogy az ország természetes vizein nincs tovább a hústermelési célú ipari halászat. A természetes vizek kerüljenek horgász kezelésbe, mégpedig azért, mert van 500 000 horgász, és volt 300 halász. Az a helyes, hogyha a nép horgászik. És azt kell mondanom, hogy az elmúlt évek bizonyították azt, hogy ennyi halat még az életben nem fogtak, se Balatonon, se a többi természetes vizen. Jó döntés volt, és Isten áldja horgász barátainkat, és
azért tudatosítsák magukban, hogy nem utolsó sorban a vadászokkal kötött szövetségnek köszönhetik azt, amit kaptak. A kamara vonatkozásában elnök úrunk beszámolójához én csak annyit tennék hozzá, hogy az a kamara, amikor az egészet ugye elkezdtük, azért ne felejtsük el, hogy akkor még az is kérdéses volt, hogy marad-e egyáltalán vadászkamara. Kész volt az a tervezet, hogy beolvasztják az agrárkamarába. Vagy már utolsó pillanatban mentettük meg a helyzetet. A magyar állam kellőképpen kistafírozta a vadászkamarát, a vadászjegyek teljes bevétele marad a kamaránál, a külföldiek vadászjegyét is a kamara adja ki. Egyébként a józanész alapján is így helyes, mert sokkal könnyebben és gördülékenyebben történik, ha ugyanaz a szervezet adja ki magyarnak és külföldinek vadászati jogosultságot. Az is nagyon helyes, és itt külön köszöntöm Margeszku Tamás barátunkat, hogy a CIC kérésére a kamara keretéből az 1 euró per vadász összeget kifizetjük. Ez azért nagyon fontos, mert így az európai és világvadászatnak az élén állunk, aminek a célja az, hogy a fenntartható vadászatot népszerűsítse a világban, ami például azért fontos, mert végre egyszer tudatosítani kellene a világban, hogy a vadállományt sehol nem a jogszerű vadászat veszélyezteti. Mi veszélyezteti mondjuk Afrikában a vadállományt? Az veszélyezteti, hogy nincs pénz vadvédelemre, nincs pénz vadőrre. Mi történik? Ott van az a szegény helyi ember a kis szambájával, jön a vad, és megeszi a szambáját. Mit fog csinálni a helyi szegény ember? Először is megeszi a vadat, és egyébként pedig megmérgezi a vadat, hogy ne egye meg a szambáját. Mikor nem fogja ezt tenni? Akkor, hogyha a vadászatból több bevétele van, mint a szambájából. Honnan jön a pénz? A vadászatból jön a pénz. Ha van vadászat, ami a kiüregedett vadaknak a kilövését helyezi a középpontja, a fenntartóság és a trófea szempontjából is, akkor van pénz vadvédelemre, a helyi lakosság is részesedik belőle, és a vadállomány megmenekül. Számtalan példát mondhatunk erre Afrikában, meg kell nézni mondjuk Namíbiát. Tehát a helyzet az, hogy a fenntartható vadászatnak a nemzetközi támogatására Magyarország megtette azt, amit tehettünk, amit ígértünk, betartottuk, amit személyesen ígértem elnök úrnak, betartottam. Az 1 euró per vadász programban Magyarország élen jár, és akkor a szeretettel köszöntjük a Nemzetközi Vadászat és Vadvédelmi Tanácsos barátainkat, és reméljük, hogy ez a világméretű felvilágosító kampány meg fogja hozni a maga gyümölcsét. A védegylet tekintetében egyetlen gondolatot szeretnék mondani önöknek, mert ugye ilyenkor mindig vannak ilyen mendemondák. A Nimród tekintetében a helyzet az én felelősségem, az én döntésem, én döntöttem el, hogy a Nimród meg fog újulni. Minden tiszteletem Zoltán Attiláé, megtette, amit megtehetett éveken keresztül, szegénynek sohasem volt igazán elég pénze, és egyikünk se lesz fiatalabb. Én megköszönöm Zoltán Attilának a munkáját, de helyes az volt, hogy most váltani kell, és amikor váltunk, akkor azt nem kell húzni. Helyes, hogy a szeptemberi szám már egy megújult, más minőségű Nimród, ami lehetővé teszi azt egyébként, hogy a nemzetközi vadászati szaklapokkal egy sokkal szorosabb együttműködés legyen, és meg fogjuk azt csinálni Kovács Zoltánnak a vezetésével, hogy összefoglaló jelleggel angolul is meg fognak jelenni kiadványok, amik az egész világ számára elküldjük különös tekintettel a világkiállítás vonatkozásában. A helyzet az, hogy még egy dologról kell szólnom önöknek, a fegyvertörvény vonatkozásában. Itt megint szerénytelenség nélkül azt mondhatom, hogy Pintér Sándorral, amit létrehoztunk, fegyvertörvény, az egy észszerű, biztonságos, a józan észen nyugvó fegyvertörvény. A vadászok fölösleges vegzálását eltöröltük, ugye nem kell már műszaki vizsgára vinni a puskákat 10 évente, nem jár le a fegyvertartási engedély, vége vannak már annak az őrültségnek, hogy például, hogyha az ember elment vadászni és bement a benzinkútra vagy egy étterembe, akkor vinni kellett magával a fegyvert. Tehát ezek olyan hülyeségek voltak, aminek semmi értelme nem volt, pusztán a vadászok vegzálására irányult. Ezeket eltöröltük, józan, észszerű szabályaink vannak közmegelégedésre. Azonban az Európai Unió Bizottsága
kitalálta azt, hogy egységes szabályokat akar Európába, köztük olyan egetverő hülyeségeket, mint visszaállítani a kötelező műszaki vizsgáztatást, az, hogy járjon le a fegyvertartás, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Most először is most csak erre az egyre reflektálnék. Aztán miért járna le a fegyvertartási engedély? Először is az egészségügyi alkalmassági pecsétet, az orvosi pecsétet hasonlóra jogosítványhoz is, most már a kettőt összekapcsoltuk, időről időre be kell ütni. A másik az, hogy ha valaki nem követett el semmit, akkor miért kellene újra érvényesíteni a fegyvertartási engedélyt? Ha pedig elkövetett valamit, akkor miért legyen még 5 évig nála a fegyvertartási engedély? A rendőrségnél a teljes adatbázis össze van kapcsolva. Ha valaki természetkárosítás bűncselekményt követett el, vagy valami, mit tudom én, rablógyilkosságot, akkor 5 percen belül vonják vissza a fegyvertartási engedélyét, ne 5 év múlva. Ha pedig nem követett el semmit, akkor pedig hagyják békén, és ne kelljen 5 évenként egy értelmetlen bürokratikus ügyintézést csinálni, ami kellemetlen a vadásznak, és megterhelés jelent a rendőrségnek. Na most, ráadásul, amire az EU hivatkozik, az maga az abszurditás. Ugye a migráció következtében lévő terrorizmus veszélyére. Hát, barátaim, hát elképzelhető egy olyan szituáció, hogy mondjuk egy terrorista valahonnan a világ másik végéről, mondjuk Yusuf Musuf idejön, és úgy lesz terrorista, hogy ékes magyar nyelven leteszi a vadászvizsgát, majd elballag a rendőrségre, egyet megszerzi a magyar állampolgárságot, elballag a rendőrségre, és egy beazonosítható fegyvert vesz, majd egy billenőcsövű vagy zárdugattyús fegyverrel akar terrorista bűncselekményt elkövetni. Hát ez olyan nyilvánvalóan észszerűtlen a dolog, és semmi alapja nincs, hogy erre hivatkozva teljességgel észszerűtlen a fegyvertartásnak a szigorítása. Ráadásul a műszaki vizsgának mi az értelme? Hogy egy hasonló esetben egy szegény terrorista, hogyha vesz egy kidudorodott csövös rétes puskát, ne robbanjon föl a kezébe. Tehát mi ennek az értelme? Semmi. Megint egy vadászat ellenes, a vadászokat vegzáló, értelmetlen brüsszeli bürokráciás csesztetés. Ezért, miután a bizottság, hogy mondjam, törésre vitte a dolgot, Csehország és Magyarország pereli az EU-t. Rejtés okokból kifolyólag Franciaország csatlakozott a bizottsághoz, úgyhogy az a helyzet, barátaim, hogy harcban állunk, cseh barátainkkal védjük a józanészt és a jogunkat ahhoz, hogy nemzeti fegyverszabályozásunk legyen. És itt szintén kérem a CIC-nek a hathatós nemzetközi támogatását, mert az a helyzet, hogy jó pár nyugati országban a vadászok most éppen lapítanak, de megjegyzem, hogy ha ne adj Isten elveszítenénk a csehekkel ezt a pert, akkor a következményei nem csak mi nyögnénk, hanem ők is. Tehát ezért arra kérem a nemzetközi valóan a vadászbarátainkat, hogy a józan ész alapján álljanak ki amellett a saját országukban, hogy mindenkinek megmaradhasson a saját szuverenitása a nemzeti fegyvertörvényeik tekintetében. Világkiállítás vonatkozásában szeretném jelezni, hogy Fürjes Balázs égisze alatt az építkezések gőzerővel zajlanak, mindenféle közbeszerzés, stb. Megvan, ezek mennek a maguk útján. Én sem akasztam ezt a műfajt, tehát a helyzet az, hogy azért is vagyok nyugodt, mert össze van kapcsolva az eucharisztikus világkongresszussal. Na most, miután jövőre 2020-ban eucharisztikus világkongresszus lesz, ezért a Hungexpónak a ég és föld leszakad, állni kell. Tehát ezért nem csak a vadászati világkiállítás miatt kell a Fürjesnek összekapnia magát, hanem elsősorban az eucharisztikus kongresszus miatt, és nekünk csak azt kell hozzátenni építészetileg, ami az eucharisztikus kongresszus utáni dizájn átalakítás a vadászati világkiállításra. Köszönöm szépen, hogy Kázé, Kovács Zoltán, neki csak Kázénak tudja, tehát hogy Kázé elvállalta a kormánybiztosi feladatokat, a kifizetések zajlanak. Itt is megköszönöm Károly József gróf úrnak a munkáját, az embléma is az ő zsenialitását mutatja, és a helyzet az, hogy csak magam vagy 150 ország
Szilárdnak a meghívóját írtam alá. Ezt testre szabott módon küldtük el. Van, ahol a nagykövet, mert nyilván van, ahol az agrárminisztériumhoz tartozik, van, ahol más államigazgatási egységhez. Tehát a lényeg az, hogy gyakorlatilag a világ összes országát meghívtuk, a világ összes jelentős környezetvédelmi, természetvédelmi, vadászati szervezetét, úgyhogy a dolgok mennek előre, amiről kázi rendszeres beszámolót fog tartani egyébként a Nimródban is, meg a hasonló rendezvényeken is. A társadalmi felelősségvállalás jegyében az ilyen típusú kezdeményezések legalább annyira fontos szerepet játszanak a vadászkiállítás sikerének megalapozásában, mint az állam, illetve a vadászkamara és más szervezetek odaadó munkája és elszántsága. Amikor a Fejér megyei kollégák elvállalták ennek a vadásznapnak a megrendezését, azt mondták, hogy van egy kis félsz bennük, hogy hogy tudnak a Putnoki színvonalnak megfelelni. Én úgy gondolom, hogy aggodalmuk az teljesen felesleges volt, mert őszintén mondom, nagyon sok vadásznapon részt vettem már, de ilyen helyszín egyetlen egy alkalommal nem adatott meg a rendezőknek. Ők is rendeztek tegnap koncertet a Brunswick kastélyba, sőt, csütörtökön már átadtunk egy objektumot a Fejér megyei Vadászkamara oktatási központját. Erre majd egy gondolat erejéig a későbbiekben még visszatérek. Örömmel jelenthetem önöknek, hogy az Országos Magyar Vadászkamara, ami a múlt év után a 21. életévébe lépett, egyre szélesebb szolgáltatásokkal és egyre nagyobb minőségben tudja szolgálni a magyar vadásztársadalom, a magyar vadgazdálkodás ügyét. Áttörés jelentett ezen a téren a 2016-os esztendő, amikor is a kormányzat javaslatára a parlament úgy döntött, hogy módosítja a vadászati törvényt, és a korábban a vadászjegyből származó 50%-os befizetési kötelezettséget eltörli, és ezt a pénzt a kamaránál hagyja. Ugyanakkor kaptunk egy többletfeladatot, a külföldi vadászati engedélyeknek a kiadását, amit úgy gondolom, hogy a kamara fölkészült csapata megfelelő színvonalon teljesíteni tud azóta is. Ennek a forrása is ott maradt a kamaránál. És még egy jelentős változás volt ezen a téren, az pedig 2018 vége, amikor a végrehajtási rendelet duplájára emelte a vadászjegy árát. Mindezt azért mondtam el, mert a kamara anyagi lehetőségei ezen rendelkezések következtében jelentős mértékben bővültek. Ezek a források tették lehetővé azt, amit az előzőekben említettem, hogy mind több feladatot, mind színvonalasabban tudjunk a vadásztársadalom irányába szolgáltatni, és mindinkább haladjunk fő célunk felé, hogy az Országos Magyar Vadászkamara egy szolgáltató kamara legyen. Összegszerűen azért tájékoztatnám önöket, hogy 16 előtt ezek a források ezek nem érték el az országosan az 500 millió forintot. 17-18-ban 1,1-1,3 milliárd, és 19-ben pedig már 2 milliárd. Én úgy gondolom, hogy a megnövekedett lehetőségekkel a vadásztársadalom és a magyar vadgazdálkodás érdekében a kamara élni tudott. Ezt tette lehetővé, hogy elsőként rendezzük megyei területi szervezeteink anyagi helyzetét, ami rendkívül fontos, tudnillik, a kamarai munka, a vadászoknak nyújtott szolgáltatások, az egyéb programok döntő többsége megyei szervezeteink szervezésében, keretében és finanszírozásában kerül megvalósításra. Ezt tette lehetővé, hogy elindítsuk a vadgazdálkodási alapot. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!